bírja? Természetesen. A kapuban a díszzászlóalj katonái álltak díszőrséget. Nem sokkal a déli harangszó után látta el kézjegyével az államfő az alaptörvényt, amelyet a múlt hét hétfőn fogadott el az országgyűlés. A köztársasági elnök az aláírás után azt mondta, fontos, értékteremtő munkán van túl az ország, és köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az új alaptörvény megalkotásában. E törvényben a társadalmi együttélés fő szabályai, jogaink és kötelességeink, nemzetünk hitvallása összegeződik, ezért ez mindannyiunk közös ügye, nemzetként való létezésünk alapja. Mindenki számára érthető, egyszerre magyar, nemzeti, korszerű és európai alaptörvényünk született. Olyan, amelyre a magyarok nemzedékek múlva is büszkék lesznek, amely megőrzi alkotmányos hagyományaink minden eddigi erényét, és hozzáteszi azt, amit mi 21. századi magyarok fontosnak tartunk. Schmidt Pál azt mondta, 20 évvel a rendszerváltás után végre nem csak elértünk egy történelmi lehetőség kapujáig, ahogy az már számtalanszor megtörtént, hanem most át is léptünk rajta. Saját.